A legenda szerint több száz évvel ezelőtt egy átfázott angol íjász egyike honosította meg a darcot, mint sportágat, ami aztán széles körben elterjedt a világon, köztük hazánkban is. A darc Jászapátin is bontogatja szárnyait. Áprilisban kezdtünk el gondolkodni azon, hogy annyi érdeklődő volt, hogy szerettünk volna most már egy formát ölteni az egésznek, tehát hogy Jászapátin legyen egy olyan klub, ahol lehet a darts sportágat űzni, gyakorolni, és ezt úgy gondoltuk, hogy egy olyan keretek között oldjuk meg, ahol hát igazából nem egy kocsma, nem egy szórakozóhely, hanem egy közösségi ház, egy zárt rendszerű dolog. Farkas Ferenc polgármester úr segítségének köszönhetően a klubvezető által említett közösségi házat vehetik igénybe egy héten két alkalommal. Ez a 20-as, 30-as korosztály jelenleg, de járnak hozzánk tizenévesek, illetve most egy szélesebb körű összefogás alakult ki. Heves, már most jászladányból is voltak nálunk, illetve jászárokszállás, jászivány, jászkísér dárcosai is megjelentek, és a korosztály pedig változó. A két játék közül Budai Tamásék a steel dárcot választották, azaz fémhegyű nyilakot dobálnak egy speciális táblára. A klub tagjai közül a legügyesebbek már versenyen is voltak, Hevesen és Gyöngyösön. Ha valaki egy picit fejlődni akar, muszáj versenyre járni. Amatőr szintű versenyekről van itt még szó. Ezek általában egyébként vendéglátó helyeken játszódnak, ahol konkrétan előírt szabályok szerint zajlik a dolog, és hát általában egy ilyen jelképes díjért megy a küzdelem, oklevél, kupa és hasonló dolgok. Jászapátin a közösségi házban működő klub nyitott. Tehát aki kedvet érez ehhez a sportákhoz, csatlakozhat hozzájuk. Pénteken és vasárnap szoktunk játszani. Pénteken általában 4 órakor, délután 4 órakor, vasárnap pedig délután 3 órakor kezdődik a foglalkozás. Várunk mindenkit szeretettel. Budai Tamáséknak van már az interneten honlapja is. És a legnépszerűbb közösségi oldalakon is jelen van Jászapáti Darts klubja.